Ez a csúcs technológiás, elektromos csuklós busz érkezett Nyíregyházára. A járművet a következő két hétben próbálhatja ki az utazó közönség. Minden nap több helyi járatba beépítve találkozhatnak vele a nyíregyháziak. A felszállásnál jegyet váltani sem kell, ingyenesen utazhatnak az e-busszal az adott vonalon. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, a zöld busz program keretében a kormány 36 milliárd forint támogatást biztosít a következő 10 évben a helyi közösségi közlekedést ellátó önkormányzatok és közszolgáltatók részére. A programmal azt a célt segítik, hogy Magyarország 2050-re klímasemlegessé váljon. Azt vállaltuk csatlakozva az országos programhoz, ami ugye a köztársasági elnök úr kezdeményezésére indult, hogy 2030-ig 40%-kal csökkentjük a károsítóanyag kibocsátást egy Nyíregyháza levegőjében. Hát ugye ennek egy nagyon fontos része a közlekedés, de már tettünk határozott lépéseket. Ugye 4 éve működik a gázüzemű buszflottánk, 41 busszal, ami már egy óriás eredmény volt lecserélve a régi, már nagyon öreg dízeles buszokat, és most pedig nem véletlenül van itt mögöttünk az elektromos busz, mert arra készülünk, hogy a fennmaradó 39-et a közeljövőben ilyen elektromos buszokra tudnánk kiváltani. Az elektromos buszok ugye nem csak a levegőszennyezést csökkentik, hanem igazából a zaj szennyezést is, mert tulajdonképpen nincs hangjuk. A tájékoztatón elmondták, a járműflotta korszerűsítéséhez a telephely bővítése, fejlesztése is szükséges. A Nyíregyházán közlekedő 39 korszerűtlen jármű cseréje pedig több ütemben történhet majd. Ha nyerünk, első körben 21 darab szólóbusz fog érkezni. Bízom benne, hogy ez 2023 évvége, 2024 eleje. Ugye, ami nagyon fontos most a gyártásnak az átfutási ideje, illetve hát a töltőhálózat kiépítéséhez szükséges töltési infrastruktúra, hálózati elektromos áramkapacitásra biztosítása, ami sok időt vesz igénybe, és utána a következő az a 21 és 39 közötti különbség, amiben már elektromos csuklósbuszok is érkezhetnek. Ez azért fontos, mert elektromos csuklósbusz még Európában egy egyedülálló és most kipróbálás alatt álló technológia. A zöld busz programot az Információs és Technológiai Minisztérium háttérintézményeként a HUMDA ZRT koordinálja. A korszerűtlen buszparkok cseréje az ország egyes területein már elkezdődött. Mintegy 127 darab elektromos autóbusz beszerzésre nyújtottunk már támogatást, és ezek közül 40 darab már Budapest elővárosában a Volánbusz üzemeltetésével rója az utakat. Ezeket különböző rendezvényeken a szélesebb utazóközönség is megismerhette, így a eukarisztikus konferencia és különböző expóknak a utazóközönségét szállíthatta ez az autóbusz. És a következő autóbuszok pedig a közeljövőben fognak érkezni, május, június és a év hátra lévő részében mind a 127 darab autóbusz üzembe fog állni. Az elektromos gépjárművek káros anyag kibocsátása a felhasználás helyén nulla. A szállópor koncentráció mellett a zajterhelés is jelentősen csökken. Hosszú távon az elektromos buszok használata egy egészségesebb, élhetőbb környezetet biztosít az ott élők számára.